Na, szevasztok srácok, itt fészpapi, most pedig egy test videót láthatok, ez meg pedig nem más, mint az SJ-Cam, már is az SJ-Cam 4000-es, tehát az új 4000-esnek a fészpapi által lévő test videója. Volt már SJ-Cam 4000-esem, akkor sem volt olyan rossz, de most debutált ez az újabb verzió, nem is olyan nagyon régen. Pár dolgot változtattak, a hang is szerintem egy picivel jobb lett, de hát ezt össze is lehet egyébként hasonlítani, mert vannak a régebbi videóim között olyanok, amiket azzal vettem fel. A kép szerintem mindenféleképpen javult, és nagyon sok beállítás került még pluszba vele, úgyhogy én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve ezzel a termékkel, megmondom őszintén. Ár-arány értékben természetesen, tehát mondjuk én jobb áron jutottam hozzá, tehát nem egy 25.000 forintos médiamákba vettem meg, nekem ez most 17.000 forintba került ez a kamera, és igazából webkameránál vettem. A HP HD 2300-as, amit nyáron vettem, nem igazán elégített ki, úgyhogy legalábbis az én hozzávetett vágyaimat, mondjuk ő volt, nem tudom, 6000 forintba került, és a Logitech 920-922, az pedig ilyen 30, a 920-as mondjuk az 930.000 forintba került a MediaMarktban, és úgy döntöttem, hogy inkább akkor veszek egy SJ-Cam-et, ugyanis őt ugyanúgy tudom használni webkamerának, Full HD-t nagyon-nagyon szépen tudja, mint láthatjátok, tehát a kép nagyon jó, nagyon sokat javult a kép, mert sokszor sárgás, kékes volt a kép, most már szerintem teljesen tökéletes lett a képe a kamerának. És így pluszban egy akciókamerám is van, egy csomó minden. Szóval én mindenféleképpen praktikusabbnak láttam ezt megvásárolni. Gyerekek, hangot látjátok, a képet látjátok, még egy-két ilyen kis szösszenetet titottam, hogy felveszek vele, hogy mutassam, hogy mégis milyen a képe. Én teljesen a vifele elégedve, ezért az árért, de még most, ha 25.000 forintos árat is nézzük, akkor is 5.000-rel olcsóbb egy HP, nem HP, bocsánat, hanem egy Logitech 920-asnál, és hát jó a kép. Tehát most a webkamerának könnyen alkalmazható, plusz ténylegesen még egy kamerát is, egy akciókamerát kapsz vele, amivel tárnapszolni is lehet, kamerázni lehet, fényképezni lehet, hozhatod, viheted, akkumulátor. Azért a timelapse-ot például most már be lehet tenni egy másodpercesre is. Az első verziónál csak 5 másodperces volt, ugye az volt a legkisebb. Most már 1, 2, 3, 5, 10 talán. Tehát tényleg nagyon sok beállítási lehetőséget adtak hozzá. Úgyhogy csak ajánlom tudom, srácok. A 25-ed is egy nagyon-nagyon jó áll szerintem egyébként ez a kamera. Én egy gyönyörű pirosba vettem meg. És ezt fogjuk használni. Na, ennyi lett volna igazából, mondom, csak egy gyors kamerateszt. Remélem tetszett. Szevasztok!
Lenny Bounce.